A rendszerváltás óta bekövetkezett egyéni és vállalkozói életpályákról hallgathattak meg előadást az érdeklődők a Matthias Corvinus Kollégium legújabb rendezvényén. Szepesi Balázs az MCC közgazdasági iskolájának és vállalkozás kutatási műhelyének vezetője beszélt az elmúlt 30 év friss kutatási eredményeiről, arról, hogy hogyan hatott a rendszerváltás a magyar gazdasági életre, a társadalomra, nem csak országosan, hanem szűkebb környezetünkben, szexárdan is. A rendszerváltozástól a a koronavírus korszakáig tartó időszakot nézzük át. A keveset szoktak az emberek gondolkozni arról, hogy mi történt nem tegnap, meg nem tegnap előtt, hanem pár évvel ezelőtt, mert pedig igazából akkor lehet megérteni, hogy kik vagyunk, hol vagyunk, merre tartunk, mik a lehetőségeik, mik a korlátaink, hogyha azt is látjuk, hogy pár éven, pár évtizeden átnézve mi is történt. Az 1989-90-ben bekövetkezett rendszerváltozás nyomán elindult a magyar társadalom átalakulása. Az addigi piaci viszonyokat figyelembe nem vevő gazdálkodást felváltotta a tőkés szabadpiaci gazdálkodás. Ez a változás sokak számára új, kedvező lehetőségeket nyitott meg itt Szexárdon is. Szexárdon ugye itt is kialakult egy erős magángazdaság, ami ennek a városnak az egyedisége, egyébként országos egyedisége az, hogy ritka az, hogy egy városban Országos vagy térségi hatáskörrel bíró vállalkozások vannak, aminek a tulajdonosa is helyben laknak. Szexszárnak vannak saját vállalkozói, vannak, van egy saját tulajdonosi rétege, és olyan vállalkozásaink vannak, amik nem csak összeszerelnek, nem csak leányvállalatok, hanem valós erővel bíró cégek. Ez egy olyan ereje a városnak, amit valószínűleg érdemes mélyebben elemezni és jobban kihasználni. Erről is fogok beszélni. Nagyon mély hagyományai vannak Szexánok. Ugye ennek a, a, a leglátványosabb része ez a borászok története. Ugye Szexánon is mindenkinek volt egy kis szőleje, ahol megcsinálta a saját borát, de ugye a TSZ-ek állami gazdaságok állították elő a bort. A, lényegében a 90-es évek elejétől mondhatni a semmiből nőttek ki azok a most már több milliárdás vállalkozássá, a turizmus vendéglátás területén is otthonosan mozgó CG, a, a, borászatok, amik országos súlyok. A, azt gondolom, hogy ez is egy fontos történet. A, meg a, nagyon sok egyedi eset van. Tehát például, a, hogy, hogy nem a, az egyik legnagyobb teipari vállalat, az ugye nem egy országos multi került. A, a legtöbb helyen ugye a, a kábel tv azt valami multinacionális szol, cég szolgáltatja, szexálnak saját kábel TV cége van, sőt ugye ez a Dél-Dunántúl kábel TV cége. Valami megmaradt a régi agrárhagyományokból is, tehát az például, hogy az állatgyógyászatban a szexádi vállalkozások központi szerepet játszanak, ez ugyancsak ilyen történet. Ez sok pici egyedi történet adja ki össze azt, hogy végül is Szexád egy sokkal polgári város, mint a mi Magyarország hasonló méretű településeiről elmondhatom.